A romániai helyzetről fogadta az európai sajtó Klaus Johannis Máltán az informális Európai Uniós csúcs találkozó kezdete előtt. Meg fogjuk találni a legjobb megoldást, biztosította az európai közvéleményt az államfő. A Romániában kialakult feszült belpolitikai helyzet, a büntető törvénykönyvet módosító sürgősségi kormányrendelet és az ezt követő tiltakozás hullám a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette. A máltai EU csúcsra érkező államelnököt erről faggatták. Klaus Johannis szerint az európai jelveknek felül kell kerekednie Romániában is. I have to admit, uh... El kell ismernem, bármennyire is nehezemre esik, hogy Romániában rendkívül bonyolult a helyzet. A románjaim közül százezrek vonultak ki az utcára, és én bízom bennük, bízom a népemben, bízom Romániában, és meggyőződésem, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. A törvényességnek felül kell kerekednie, az európai értékeknek felül kell kerekednie. A máltai informális EU csúcson, amelyen Klaus Johannis is részt vesz, számos fontos kérdésre keresik a választ a földrész vezetői. Míg a migráció továbbra is központi téma, várhatóan most jelenti be Tereza May brit miniszterelnök, hogy mikor kéri formálisan is a Brexitet. Ugyanakkor az európai vezetőknek választ kell adniuk arra is, hogy miként viszonyulnak az amerikai Egyesült Államokat néhány napja vezető Trump adminisztráció barátságtalan gesztusaihoz.